A 2020-as Las Vegas-i CES egyik szenzációja volt egy kontaktlencse, pontosabban annak modellje. A Mojo Vision életre kelti a Mission Impossible fikcióját. A főhős beteszi a lencsét, és már látja is a szükséges adatokat, grafikonokat, infókat, mintha egy vadászpilóta head-up display sisakját húznánk a fejünkre. A látvány egyelőre monokróm, vagyis csak zöld színű a felirat, de ez kezdetnek több, mint nem rossz. Egészségügyi okokra hivatkozva csak ezeket a kis mock-up-okat, bemutató példányokat tarthatta a nagy érdemű a szeme elé. De így is kiderült, hogy ilyet akar majd mindenki. Sportolás közben nem csak kiírja az adatokat, de mivel megvan a testkontaktus, le is méri a legfőbb paramétereket. Például nézi a pulzus számot vagy a vércukorszintet. Tehát edzés közben kiderül, ha túltolná a mozgást a páciens, vagy javaslatot tesz a mozgás intenzitására. Sőt, ami szabad szemmel nem látható, azt is felpakolja a szem elé. Ez a funkció mondjuk egy ködben vagy tűzoltásnál a füstben életmentő lehet. De ami még ennél is megdöbbentőbb, úgy tűnik vége a magolásnak és jön a súgógépek korszaka. Már ezek a mintapéldányok is tudják az eye trackinget, vagyis tudnak szemmel lapozni. Ahogy haladunk az olvasásban, úgy gördül a szöveg a szemünk előtt. És ez még csak a kezdet. Nyilván ennyit tudattak a kiállítás látogatóval és a szakújságírókkal, de a háttérben már biztos vannak színes, szemberakható mintapéldányok, amelyek pislogásra alkalmazást váltanak, alváskor pedig kikapcsolnak. Egyébként a leírás szerint 24 óráig bírják a lencsébe épített akkumulátorok, tehát egész nap működhet a láthatatlan googlizás. A szakértők szerint pont ez indíthat etikai és jogalkotási lavinát, ugyanis senki nem tudhatja éppen mit látunk róla, miközben vele beszélgetünk. De ha elkészülne a kamerás verzió, akkor a saját szemünk képét tudnánk élőben közvetíteni a világnak, anélkül, hogy erre figyelmeztetnénk a beszélgető partnert. A Mojo Vision egyébként inkább egy szemre illesztett projektor, mint hagyományos kontaktlencse. Nem nézzük a képet, mint egy monitoron vagy a boltban kapható AR szemüvegeken, hanem a lencse belövi a fényt a retina hártyánkra. Vagyis a valódi világ mellé vetíti a plusz információt, így olvad össze a valós és a virtuális kép szemünk belső vetítővásznán.